A prehabilitáció egy újszerű szemlélet a nagy műtétre készülő betegeknek az előkészítésében. Legyen szó akár egy ilyen speciális 6-8-10 órás műtétről, mint a citoreduktív sebészeti műtét, vagy bármilyen olyan más hosszú, elsősorban onkológiai jellegű beavatkozás, amelyre a betegeket készítjük. Az utóbbi időben a világ számos országában elterjedt ez a prehabilitációs szemlélet. Ezen azt kell érteni, hogy a sebészek a műtét során sokkal jobb eredményeket érnek el, hogyha egy olyan beteggel találkoznak a műtőasztalon, aki mind pszichésen, mind fizikailag optimálisan, nyilván ez az általános állapotához, életkorához mérten optimálisan elő van készítve a műtétre. Számtalan irodalmi hivatkozás jelent már meg azzal kapcsolatban, hogy azok a betegek, akik, ahogy említettem, mind pszichésen, mind fizikálisan elő vannak készítve ezekre a műtétekre, sokkal jobban gyógyulnak, sokkal könnyebben veszik a műtéti akadályokat, sokkal kevesebb szövődménnyel vészelik túl a műtét utáni időszakot. Ugye hazánkban is szinte minden család valamilyen módon érintett ismerősök, rokonok révén a daganatos betegségekkel kapcsolatban, így mindenki számára nagyon fontos az, hogy maguk a családok is támogassák a betegeket pszichésen, álljanak mellette, készítsék föl erre a nagy beavatkozásra. Ezen túlmenően természetesen a mi módszereink mellett személyre szabottan készítjük föl a betegeket, amely diétás tanácsadásokat jelent, a betegeket műtét előtt fizikailag is egy kicsit aktívabb állapotba hozzuk. Ahogy említettem, ez lehet nyilván személyre olyan egyéni módon, hogy a beteg korától, előzetes kondíciójától függően úgy javítjuk a műtétig az általános állapotát, hogy a műtét okozta teherbírásokat könnyebben viseljék el.